Üdvözlök mindenkit, én Kaktusz vagyok, és itt a Let's Play sorozatunknak a 127. része lesz. És innen jelentkezem, hát ez az ősrégi épületünknek az aljában. És mielőtt még elkezdődne a videó, annyit elmondanék, hogy volt egy rész, szóval elég sok részt vettem fel így mostanában, kezdjük úgy. És nem töltöttem fel őket, hanem csak így majd feltöltöm őket, és most tűnt fel, hogy az egyik rész az sérült file. Szóval az abban történt dolgokat nem fogjátok tudni látni. Viszont az utána levő részeket úgy kezeltem, mintha azt arról tudnátok. Szóval az a lényeg, hogy abban a részben átállítottam a világunkat Amplified generálásra. Szóval mostantól nem ilyen default generálás, hogyha új helyekre megyek, hanem Amplified. És van is egy Amplified bázis kezdeményünk, amit szerintem gyorsan meg is mutatok nektek. És az a lényeg, hogy most nem oda költözünk, hanem csak hogy legyen ott is egy bázisunk, mert akartam egy ilyen Amplified bázist is. És ugye bár 1.14-ben vagyunk, és majd nem tudom, hogy eszembe jutott, hogy mi lenne, ha odaépítenék egy ilyen hegyi falut. Szerintem tök jó ötlet lenne. De először inkább az itt levő falunkat csináljuk meg, szerintem az fontosabb azért. Na mindegy, szóval a Netherből egész gyorsan át lehet oda jutni, azért nem a leggyorsabb módszer, meg laggolunk is, de egészen gyorsan át lehet oda jutni, hogyha megtanulok repülni. Annyi, hogy így idejövünk, és innen elrepülünk abba az irányba. És itt van a nem működő Wither Skeleton Farm, és itt található a Nether kapu oda. És megmutatom nektek, hogy ez egy nagyon dizájnos terület. Tényleg nagyon király, nagyon szeretek ott lenni. Nem véletlenül akartam egy ilyen Amplified bázis, mert szerintem nagyon hangulatos. Nagyon nem építettem még semmit, éppen hogy van egy bejárat, meg egy kis chest szortírozó rendszer kezdemény. Viszont a biomokat igen, körülbelül itt tölti be a játék, és íme itt vagyunk, itt már Amplified generálás van, és nem vagyok olyan messze, egy 1500 blokkra maximum. Pillanatok alatt haza is tudnék repülni, és wow. Szerintem ez valami gyönyörű. Ennyit kezdtem el egy a bejáratnál. És azon gondolkodtam, hogy mi lenne, hogy ide építenénk majd egy valamilyen falut. És akkor oda gondolkodtam egy ilyen shulker boxos szortírozó rendszerbe, ami amúgy nem egy rossz ötlet. Majd valószínűleg megcsinálom. És innen amúgy egészen gyorsan haza is tudnék repülni, ha akarnék, és megtalálnám a megfelelő irányt, de természetesen gyorsabb Nether kapuval, szóval azzal megyek haza. Amúgy meg azért odalent abban a pincés területen kezdtem a részt, mivel észrevettem, hogy a tökés dinnye farmunk, amiknek a létezéséről nem is tudtam egy ideig, most jöttem csak rá, hogy van ilyen farmunk, az hát nem működik továbbá. Mivel az armor szendes ilyen szószendes technika, hát már nem úgy működik, mint régen, mivel szerintem magában a Soul Sandben itt megakad. Igen, mert itt ez feljebb menne. Most pont learadtam az egész farmot. Na mindegy, és emiatt ez így nem működik. Szóval szerintem egy új, lehet egy hajós technikával kéne megcsinálni. Ez az első dolog, ami nekem eszembe jutott, mint ilyen nagyobb órajel. Szóval nem megcsinálom úgy, nem hiszem, hogy ebből akármi problémánk lenne, hogyha nem lenne olyan effektív. Vagy nem lenne olyan kicsi, mint ez. Szóval szerintem csinálok egy hajós ilyen órajelet. Így kicsit ilyen nagyobb kör alakú cuccot kell csinálni vízből, és akkor ugyanúgy egy pressure plate-re fog ráállni. Oké, én teljesen feladtam ezt a hajós technikát, szóval egyszerűen fogtam és az eredeti szószendes technikát csináltam meg nagyobbba. Nem tudom, miért nem ezzel kezdtem? Na mindegy, így csinálom most már, és egészen... Hát, amúgy elég gyorsan megy az armor stand, de mivel lassú, szóval nem lassú, csak hogy mivel hosszú idő még kör megy, emiatt végül is jól működik. És akkor itt egy pressure plate pont a megfelelő helyem. Így ide kivezetek egy kis redstone-t. Rákötöm erre, és ha minden igaz, akkor már működhet is. Csak itt egy kicsit meghosszabbítom a dolgokat, hogy ténylegesen elérjen. És nézzük. Aha, mostantól akkor működni fog újra. Oké, tökéletes, kifáklyázom, hogy azért itt maradjon minden spawnolás biztos, vagy nem tudom. és ennyi. Ennyit erről az egész problémáról. Azért eléggé könnyedén megoldottam. Na jó, nem. Pont, hogy nem oldottam meg könnyedén, mert nagyon egyszerű volt a probléma, és én pedig itt tököltem vele 20 évet. Szóval találtam random restónokat a föld alatt, ami... Mégis jól lehet, van most nálam hopper, komperátor, minden. És csináltam egy netheres shulker boxot. Tök jó. Most már van egy ilyenünk is, ez is piros lett, mert nether az olyan piros.
És amúgy videón kívül itt már termesztem a kakaóbabot, amit találtam, szóval van kakaóbabunk. És rendbe raktam ezt a kupleráit, ami itt volt, és csináltam új... újfajta ládákat, amelyekben másokat tudok majd tárolni. Tök jó. Van most már egy ilyen ládánk. Meg ilyen, meg ilyen. Szóval most így állunk jelenleg, szerintem... egészen rendben leszünk így, hogyha ezt így folytatom. Az azért kellett, mert majd kell majd, szerintem majd csinálok ilyen full automata krumpli és répafarmot, és akkor ott majd tele lesz ez így simán. És már nem, most látjátok, nincs nagyon olyan, ami most így csak így bele lenne hányva ide a ládában. Ez pedig olyan láda, amiből hogyha túl sok van, már annyira sok, hogy már ez is megtelt. Meg ez is megtelt. Úristen, mennyi fám van. Nagyon sokat vágtam. Akkor ide be tudom őket gyűjteni. Viszont azon gondolkodtam, meg kéne ölnünk a vidört, mivel már 5 vidör koponyánk van, és nem jönne rosszul egy új jelzőfény. És azon gondolkodtam, miért ne tennénk meg most. Most jutott eszembe ebben a pillanatban, ez nem volt betervezve, nem szóval szoktam betervezni a videókat, mindig így random csinálom, ami éppen eszembe jut. És most is ezt fogom tenni. Jó, akkor szerintem csináljuk azt, hogy nagyon remélem, még működik a... bespawnolom a bedrockkal a vidört bug. Viszont, úristen, 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 úristen. Na ez egy, na ez, ez gyerekek, itt az 1.13. Nem, 1.14, Jézusom már 1.14. És, hát ez, ez most ilyen gyerekek, Jézusom, most van vagy 10 FPS-em. De miért? Ez random. Ez teljesen random, most itt csak 10 FPS-em van. Mindegy, most itt 10 FPS-sel megcsinálom nektek. Bocsi, hogy csak ennyi van, de hát most mi a jó Isten egyáltalán. Csak nektek, hát magamnak, kell egy smite-os kard, mivel az jobban hat a vidör ellen. Egy smite, knockback 2, hát akkor nem használom ezt a jó kis smite-ötös könyvemet, hanem majd valami jobbra. Te Jézus jóisten, miért van? Miért? Mi ez az FPS? Nem tudom, mindegy. Keresek smite-ot. Respiration, de mi... mindegy, valószínűleg ez most csak még az előverzióban lesz így. Én biztos vagyok benne, hogy ez majd javulni fog, mivel így nem hagyhatják a játékot, mert így játszhatatlan. De érted, nincs is rossz gépem, vagy nem tudom, 1060-as videókártya van benne. 1063 giga még hozzá. És 10 FPS-re játszok jelenleg. Sőt, ez most 10 FPS sincs. Ez most nincs 10 FPS, de most már 20 jó van. És meg kezd visszatérni. De én nem tudom, hogy ez micsoda, ez mindegy. Ez általában így szokott lenni, ameddig nincs Optifine, meg ilyenek. De úgy néz ki, nincs nagyon már... De itt van egy Smite 3. Hát akkor megölöm ezzel a Smite 4-essel, ez még így is sokkal erősebb lesz, mint hogyha... Sharpness előveném. Szóval mindenképp azért jó lesz. Szóval... Hát jó van, akkor én most lemegyek a Netherbe. És ott... Majd felveszem a melvértemet, szóval úgy csak le tudom győzni anélkül, hogy most komolyabb kárt tegyen bennem. Megyek szerintem, itt igen, itt volt azt hiszem egy olyan bedrockos rész, ahol ez itt így nekem jól ment. Jaj! Ide teljesen ki kell jönni. Itt volt valahol egy bedrockos rész, ha jól emlékszem, ahol be tudtam idézni a vidört. Valaki... Igen, ez itt volt, szerintem. Vagy nem? De ez volt az. Itt volt az, hogyha ide megidézem a vidört, akkor nem... Nem robban fel, hanem be... Vágol a bedrockba. Ezt mindjárt kipróbálom, viszont előtte... Én most azért... Kímélnék magamon és felvenném ezt a protection-ös, meg mindenes melvértet. Nincs is rajtam, de van rajtam egy, van rajtam két Bless Protection is, akkor csak legyőzöm. Nem érhet ellenem sokat így. Na, szóval... Hát meg azért kajámat is most felviszem maxosra. Kicsit azért... bennem van így az izgulás, hogy most mi lesz. Meg nem tudom... Á, mondjuk van nálam crossbow, minek venném elő a Tridentet, semmi értelme. Ez a crossbow, ez eléggé gyors, viszont kevesebbet sebez, na mindegy. Így berakom ezeket a souls, nem. Oké, szerintem megtaláltam a megfelelő területet. Hogyha ide lerakom ezt a hármat, és untál a kettőt, akkor szerintem beragad.
Habár nem 100%-ig biztos, azért nem állítanám ezt biztosra, de szerintem lehetséges, hogy itt most be fog ragadni. Ahhoz viszont a koponyákat így kell elhelyezni. Ups, viszont most én ragadtam be. Oda ki. Nem idéződik meg. Akkor csak idézem meg simán, és öljem meg így manuálisan. Ez nem tudom, ez lehet veszélyes, kicsit izgulok most. Olyan rég harcoltam már vidőrrel. Kicsit elhanyagoltam ezt a témát, de kéne egy normális vidőr skeleton farm is, mert ez a manuális dolog, ahogy most csinálom, ez eléggé lassú. Vagy, hát itt van most egy új hely. Szerintem megidézem egyszerűen ide. Íme ott a vidőr, és most mindjárt felrobban, ha minden igaz. És hogyha nem megyek hozzá közel, akkor elvileg elkezdi magát majd itt kitörögetni mindenfelé. Most robban egyet. Hű, egy kicsit nagyobbat robbant, mint ahogy én azt gondoltam. Várjunk csak, ez rossz kard. Ez sokat sebez! Elfelejtettem, hogy nehéz bejátszom, és... Azért nem olyan egyszerű, mint ahogy azt én gondoltam. Ez mióta ilyen erős ez a vidőr dolog? Úristen, ez a vidőr effekt, ez mindjárt megöl. Hát te Jézus élet! Már ez nagyon erős ez a vidőr. Hát, te jó Isten! Most, hogyha visszamegyek, akkor ott lesz még? Nem tudom, de viszek magam a regenerációt, mert ez így nem mehet tovább. Vagy, úristen, instant health van. Hát biztos van aranyalvám. Hát, ez jó lesz. Ez a vidőr, ez kicsit erősebb, mint ahogy én arra számítottam. Ott van az ellenfelünk. Tényleg láttam, hogy robbantott. Jó, majdnem most lehet le kéne íjaznom, és akkor többre mennék. Most íjazgatom. Most ahogy nézem, beragadt a bedrockba. Ez az elepotív célom. Azért jöttem ide fel, viszont egy idő után, ki jutott, nem lehet már sebezni. És belém dobott egyet még így is, és visszapattant rám. Aha, most van az, hogy azt hiszem már nem lehet sebezni. Oké, most aranyalmáztam egyet. Gyerünk! Most smite-os karddal lövöm, viszont ő erősebben üt vissza. Gyerünk! Tű! Az igen! Az igen! Azért ez nem volt kis harc. Most nagyon izgulok, és lehet megint meg fogok halni. Nem lenne keep inventory, itt már nagy halál lett volna. Még eszek még egy aranyalmát, és akkor talán túlélem. Regeneráció 2 is csak 2 másodpercig tart. De... legalább megvan a Nether Star. Na, nagyon jó. Tudunk csinálni még egy beacont, ami ugyan nem tudom miért jó nekem. Ja, de az nagyon jó, hát tudok rakni magamra a bázisom mellett vagy haste-et, vagy regenerációt, vagy jump boostot, vagy speedet. Melyiket rakjam magamra? Én nem tudom, ezt tudom majd változtatni utólag, de azért érdemes lenne kitalálni, melyiket rakjam. Igazából már tudok akármennyi beacont használni, mivel van rá annyi vasblokkom, hogy simán elhozzam meg ilyenek. Viszont amúgy egy helyen nincs még beacon, ahova kellene, az a mély szabályom. Nincs rajta elitra. És a mély szabályomunkra szerintem nem kéne külön elvinni egy beacont, hanem megépíteni majd az alapját, és utána pedig mondjuk csak így simán majd rárakni. Elvinni magunkkal. De itt legyen, vagy legyen inkább a bázis közepén? Legyen inkább a bázis közepén szerintem, mert ott ténylegesen van is hely neki. Nézzétek, mert ott még elfér 4 beacon a középső beaconünk mellett. Aha. Oké, akkor most csinálok vasblokkokat, és ezt megcsináljuk, mert ez, szerintem ez itt nagyon jó lesz már 2 beaconnel élni. Fogalmam sincs, mennyi vasblokk kell, de itt van nálam 2 stack, ez csak elég lesz. És még kéne tűzijáték. Csak egy csomó tűzijátékot, mert nagyon nincs. Mondjuk annyira gunpowder de nem sincs. Nem túl effektívek a monster trapjaim, vagy hogy is mondjam. Az egyetlen monster trappem, ami így működik, az se túl effektív. Viszont, majd kétszer egy olyan levegőbe levült AFK-sat, amihez oda megyek és AFK-zok mondjuk egy éjszakát, és akkor egy csomó jön majd. Az például jó lenne. És akkor így most van egy egész sok tűzijáték. Ebből 3-at shulkerboxba kéne úgy belerakni. De igen, annyi időt töltök amúgy rendezkedéssel, hogy kijön nagyon sokat. Oké, van most már tele van a shulkerboxom is tűzijátékkal.
És menjünk, és építsük meg a következő jelzőfényt. Ennek egy ilyen, izének, ilyen epic momentnek kéne lennie, nem? Vagy én nem tudom, hogy ez mennyire epic moment, vagy nem. Viszont azt tudom, hogy ez egy tök jó kinéző hely itt lent. Nem is tudom, miért nem járok ide többször. Ja, az éve haszontalan. Oké, akkor ez most ott egy random üveg. Itt sötét van. És akkor most ezt úgy kéne megcsinálni, hogy hát nem tudom melyik irányba, mondjuk igazából teljesen mindegy, úgy is lesz minden irányba előbb-utóbb. Szóval ezt itt el kell kezdeni először is kiásni. Oké, ez nagyon jó, mondhatom. Ráesett a sóden. És akkor ide le kell rakni még egy réteget, és hogyha jól tudom, akkor így a két jelzőfény egymás mellett így egybeérzékel, és akkor tudunk spórolni, nem kell külön megépíteni az összeset, hanem hogy ezt ide most lerakom, és ide üveget rakok fölé, akkor ez bizony működni fog. De ehhez először kell üveg, hogy ezt kiderítsem. Melyikben vannak az üvegek? Szerintem én elvesztettem az üveges shulker boxomat, vagy lehet nem is volt. Én most már annyira nem emlékszem, mi a helyzet ezzel, de az biztos, hogy most nincs. Nincs olyan shulker box, ami üveget tartalmazna. Nem tudom, lehet, hogy ott hagytam valahol. Ha tudtok róla, leíratjátok a komment szekcióba, hát ha addigra kikerül, és addig nem találom meg, és akkor elolvasom. Hát kicsi az esélye, de lehetséges, hogy tudtok ezzel kapcsolatban segíteni, az a lényeg. Oké, akkor innen hozok üveget, de én nem tudtam, hogy elhoztam egy nagyobb adaggal, mert itt nem ennyi volt. Mindegy, elhiszek egyetlen egy darabot, mert több nem kell. És most lesz egy ilyen kicsit érdekesebb pillanat, hogy kiválasztjuk, hogy most akkor melyik effektet szeretnénk magunkra adni. De az erőnek szerintem nem lenne túl sok értelme, mert nem nagyon harcolok itt a bázis közelében. De viszont beadjuk, és... és... putyink! Igen. El is indult a következő jelzőfény. Nem kellett két stack vasblokk, az biztos. A jumbo-snak megváltozott a... megváltozott mindennek a jele. Ez tök érdekes. Ja, és van ilyen, hogy secondary power. What? Aha, akkor lehet. Meg tudnám azt csinálni, hogy adok... van csak először kell egy vasdarab, mondjuk. Ne ingyen lehessen. Tudok magamra a speedet adni. Vagy regeneráció és... vagy speed 2. Most ezt próbáljuk így ki, hogy ez így most így mi? Most mit kapok? Most kapok regenerációt és speedet, viszont csak egyes speedet. Szóval ha speed 2-t akarok, akkor a regenerációra le kell, hogy mondjak. És emellé tudok még így... vagy resistance-et, vagy jump boost-ot. Szerintem maradjunk a speed regenerációnál, mert... nem tudom, mondjuk elitrával repülgetek, és... random belemegyek valamibe, az megeshet, elég gyakran megesik, és akkor jó a regeneráció szerintem. A speed pedig a gyorsabb közlekedés miatt. Jump boost az most se jöhetne mondjuk rosszul, de itt a Trident Elytra kombináció, ezzel elég magasra meg messzire el tudok menni akárhogy. Szóval szerintem ez most így a legjobb kombináció. A Haze 2-nek pedig maradnia kell, mert azzal tudok gyorsan építeni. Oké, és akkor így... most már igen, ilyen sebességgel fogunk a bázis közelében alapból közlekedni. Ez nem tudom, hogy ez az effekt, ez meddig tart el? Szerintem így egészen így idáig még eltart. Vagy nem? Nem, idáig már nem tart el. Na mindegy, a lényeg az, hogy a bázis közelében ez így mind jó lesz. De hát, hogyha nem tudom, hogy lejárogatok gyakrabban a netherbe, szerzek wither skullokat és minden meg lesz. Viszont amivel én most továbbá fogok foglalkozni a világunkban, az a falu. Szóval a falu az úgy áll jelenleg, hogy szaporodik, mivel adtam kaját a villagereknek, csináltam ide még egy farmot. Hát, ha ezt hajlandóak művelni, habár nem hiszem, nem nagyon csinálnak semmit a farmer villagereim, de mindegy, majd adok én nekik kaját, és akkor maguktól majd itt történnek a dolgok. Azon gondolkodtam, hogy mi legyen vajon a következő villager típus. És nem tudom, szóval csak gondolkodtam rajta, és még mindig nem tudom, mi az, vagy hogy mi legyen. Emiatt most előkeresném ezt a... van egy olyan... nem tudom, melyik az a shulker boxom, amely... ó, ez az. Csak tele van Peg Dice-al, meg Blue Ice-al valamiért.
Nem tudom, miért nem a jeges ládába raktam. Ez teljesen logikátlan. Mindegy, és az a lényeg, hogy ez a shulker box, ez tartalmaz így a... tartalmaz egy a villager professionökhöz szükséges blokkokat, és hoztam is néha például a brewing szenet, azt elvasztam egy faluból, hogy az például jó lenne cleriknek, de van egy csomó rotten flash, amit el kéne, hogy adjak. Csak nem tudom, hogy az ő házát, azt meg milyenre kéne megcsinálni, csak egy simán egy... Hát hogy az ő házat valami olyasmire kéne megcsinálni, hogy hát egy sima ház, és akkor nem tudom, kidekoráljuk ilyen itemekkel, amiket mobok dobnak, mint ellenséges mobok dobnak, és akkor szerintem az egy jó ötlet lenne. Az, hogy hova építsem a házát, én nem tudom, úgy gondoltam, hogy kicsit ide beljebb az erdőbe. Nem tudom, miért gondoltam ezt, de mondjuk úgy ide. Igen, ide. Ez nekem nem tudom, ez teljes mértékben most találtam ki, ezt kicsit kiürítem a területet, és el is kezdem szerintem az építkezést.
Tyha! Megjelent valaki. Megjelent az Iron Golem. Itt volt az előbb egy zombi, és hát fogta az Iron Golem és szépen szétcsapta, úgyhogy csak így erről, így eljött, én pedig elrendeztem, szóval tökre meglepődtem. De van Iron Golemünk, és ez mind szép és jó, és amúgy így állok a házzal. Hát most azért nem gyorsításra veszem föl, mert a múltkoriból tanulva nagyon hosszú gyorsítás. Sokat kellene csinálnom. És ez is nagyon hosszú lenne. De mindegy, így állok a házzal, és kőpadló lesz, mert nem tudom, hogy legyen valamiben kicsit másabb, mint a többi ház, talán. Így egy kicsit talán másabb. Mindegy, építkezek tovább, itt most nem beszélek feleslegesen. Oké, készen is van a falunk új szekciója, amit erre találunk. Szépen eljövünk, egy gyönyörű szép, azért annyira nem szép, de egész jól kinéző kis folyó, ami még nincs befejezem, itt még a növényzet, csak elkezdtem. És íme itt található a kleriknek a háza, ami... Hát így néz ki belülről. Kicsit ilyen, nem tudom, ilyen kicsit ilyen romosra csináltam, hogy látszódjon, hogy nem százas, aki itt dolgozik, mert már kidolgozna ilyenekkel. És hát van néhány kis dekoráció, egy üres láda, és ha feljövünk ide, akkor itt található három ágy, illetve egy egészen nagy szoba. És ezeket amúgy le lehet csukni, ez csak ilyen, nem tudom miért raktam ide. És amúgy a tetőszerkezet is egy kicsit más, ezt is meg lehet figyelni, ilyen érdekes. Valaki oda felragadt, aha, onnan lejött ide, és innen most nem tud hova menni. Ezek a villagereknek csak gratulálni tudok különben. Mindegy, szerintem az a legjobb, hogyha lelőködne vagy valami. Az még egy probléma, igen, hogy itt ki tudnak jönni. Szóval valahogy meg kéne csinálni, ne tudjanak. Mondjuk... hát úgy kéne, hogy ide kéne rakni még egy kerítést, viszont az lehet nem nézni ki legjobban, de legalább nem szögdösnének ki. Oké, ezt most megcsinálom. Kellene ide nekem... Ez a shulker box. Igen, ez valóban... Így is ki tudnak, csak nem tudom, hogy már talán nem fognak. De hát ugyanúgy ki fognak, akkor egyszerűen ezt így le kéne zárni valahogy. De az úgy meg lehet nem nézni ki a legjobban. Vagy nem így kéne lezárni, lehet felülről kellene lezárni. Az viszont lehet jobban nézni ki. Belülről. Hát nyilván most ez ront így magán a dizájnon. De nem lesz sokkal rosszabb. Hát igen, ez... Ha meg is nézzük messziről, nem... Hát mondjuk nem néz ki olyan rosszul, szóval... Nem olyan vészes. De azért valljuk be, jobb volt a régi verzió. De hát most folyton kimennek a tetőre a villagerek. Ezek komolyan nem tudom mit... Nem tudok ezzel most mit kezdeni, vagy... Nem tudom mit kéne ezzel kapcsolatban tennem. Vagy mi más tudnék. Így kellene megdesignolni, hogy ne tudjanak kimenni alapból. De ki tudtak, szóval... Emiatt itt most újra kell csinálnom az egészet. Na de mindegy, így most már jó lesz, nem tudnak kimenni. Igen, így nem tudnak. Hát most ez mennyire néz ki rosszul? Eléggé. Mindegy, majd lehet kicsit megváltoztatom magát az egész dizájnt és megjavítom. Azt pedig majd lelököm szerintem, vagy megpróbálom lemosni vízzel, vagy valami. Meg folyton beleestek a folyókba, de egy idő után kijönnek, szóval nem akkora probléma. És most már van Iron Golem is, szóval nagyot fejlődött a falunk. Nagyon gyorsan fejlődik ez a falu, hogyha elteted a villagereket, szóval... Nem is tudok ilyen gyorsan belemenni. Tök gyorsan fel lehetne építeni egy eléggé nagyot is. Pedig nagyon jól néz ki. Csak nézzetek itt végig, hogy milyen jól néz ki ez az egész ilyen ház, ilyen... Nagyon jó lesz, nagyon tetszik. Köszönöm szépen minden esetre, hogy ezt a videót megnéztétek, hogyha szeretnétek még hasonlókat látni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és ha ezt tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Én Kaktusz voltam, hamarosan találkozunk a következő videóban, addig is sziasztok!